Miért van az, hogy Magyarországon háromszor akkora az infláció, mint az EU-ban? Mit jelent a mindennapokban, hogy árakban az elsők, bérekben az utolsók lettünk? A saját szemünkkel néztük meg az árakat Horvátországban és Szlovákiában is, hogy 3 percben elmondjuk neked, mennyivel fizetsz többet. Mindannyian érezzük minden bevásárlásnál, hogy az elmúlt 2 évben a magyar élelmiszerárak megduplázódtak. Ugyanabból a pénzből csak fele annyit tudunk vásárolni, mint 2 évvel ezelőtt. Ilyen sehol máshol nem történt az EU-ban, csak Magyarországon. Nincs tehát Európát válságba taszító háborús, meg szankciós infláció, csak Orbáni infláció van. Csak itt, Magyarországon. Valójában Orbán emeli az árakat. Orbán miatt élünk rosszul, és miatta fizetünk egyre többet a bevásárlásért. Adódik a kérdés, mennyivel fizetünk többet? Mennyivel élünk rosszabbul, mint mondjuk a szomszédaink? A héten a saját szemünkkel néztük meg ugyanazon termékek árait. Egy magyar, egy horvát és egy szlovák hipermarketben. Annyit előre elárulok, hogy az eredményen mi magunk is megdöbbentünk. Az hagyján, hogy egy kiló csirkecombért 500 forinttal fizetünk többet, mint a horvátok. Ennél csak nagyobb különbségek voltak. Egy kiló paprikát itthon 1800 forintért kapunk, Horvátországban és Szlovákiában ugyanez már csak 1100 forintba kerül. 700 forint a különbség. Az a csomag spagetti, amit itthon vennénk, 930 forintba kerül, amit Horvátországban tennénk a kosarunkba, kevesebb, mint harmadába, mindössze 295 forintba. És akkor jöjjön a tejföl. Itthon 540 forintért veszünk egy 150 g-os kiszerelést, miközben a szlovák megfelelője 445 forintba, a horvát pedig mindössze 240 forintba, tehát majdnem fele annyiba kerül. Ha az árakon hüledezve megkívánnánk egy jó hideg narancslevet is, akkor itthon 800 forintért kapnánk meg, Horvátországban viszont mindössze 365 forintért. Még a felét sem kérik el a magyar árnak. Feléért, harmadáért vehettünk volna meg szinte mindent a szomszédban, mint itthon. De nem elégedtünk meg ennyivel. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a magyar béreket már a lehagyó horvát és szlovák fizetésből mennyivel könnyebb ezeket megvenni. Az átlagbéreket vettük alapul, hogy kiszámoljuk, ki mennyit dolgozik egy-egy élelmiszerért. Ez az igazán lesújtó összehasonlítás. Egy kiló paprikáért 2-szer annyit dolgozunk, mint a szomszédos országok lakói. Egy csomag spagettiért 2-szer annyit dolgozunk, mint egy horvát, és 3-szor annyit, mint egy szlovák. Egy tejfölért 1,5-szer annyit dolgozunk, mint egy szlovák, és 2-szer annyit, mint egy horvát. Nem a munkánk ér fele annyit, vagy harmad annyit, mint egy horváté vagy szlováké. Nem dolgozunk sem kevesebbet, sem rosszabbul. Az árakban az Orbáni inflációt, azaz az Orbán rendszert fizetjük meg. Ezért kerül minden ennyivel többe. Na persze az is segített volna, ha Szlovákiához és Horvátországhoz hasonlóan mára mi is bevezetjük az eurót. De ezt már Dobrev Klára fogja megtenni. Van remény, mert van kormányzóképes alternatíva. Ezért élhetünk még európai jólétben. De ehhez nem az árakat, hanem a béreket és a nyugdíjakat kell megemelnünk.